Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás november 5-éig. Itt az első képen látható egy kisfiú. Itt minden oda van kötve ehhez a fához. Ez utal az ő emlékeire, a gyermekkori emlékekre. A háttérben látható az anyukája. Természetesen vannak szép emlékek is, de vannak szomorú emlékek is, és ő, a te lelki társad, ezt nem tudja elengedni. Valahol keresi a szeretetet, a szerelmet, és te nyújtod ezt számára. És ő ezt elfogadja. Itt látható a tenger, a víz eleme, és az utal az érzelmekre. És ezen a tengeren van egy sziget, és ezen a szigeten ott látható a hálószoba. Tehát mire utal ez a kép? Egy testi kapcsolatra. Nem csak ez a sziget, ez a hálószoba mutatja ezt, hanem itt látható ez a közelség. Ő megérint téged. És a következő kártyán látható egy új kezdet, hiszen itt van a kos jegynek a szimbóluma, és a kos jegye utal egy új kezdetre. Ezt én jól tudom, mert én a kos jegyében születtem. De nem csak a kos jegye látható ezen a képen, hanem az oroszlán jegye is. És az mit jelent? Ő áll most a középpontban, hiszen az oroszlán jegyek felett a nap uralkodik, és a nap a mi naprendszerünknek a központja. És ezt ő ugyanúgy éli át, ő szeretne most a központban lenni, kell számára az elismerés, és ezért harcol. De lesznek itt még újdonságok is, hiszen itt van egy utazás, kapcsolatok, külföldi kapcsolatok. Ez lehet internet kapcsolat is. Mindketten tanultok valamit. Ezen a képen látható a tanulás, a bölcsesség. Az is lehet, hogy te kimutatod ezt, és tanítasz valakit. Azon kívül, hogy itt tudásról is szó van, meg külföldi kapcsolatokról, a szerelem áll itt a középpontban, a te nőiességed, hiszen itt a képen megjelenik Afrodité. A Vénusz bolygó szimbóluma tehát a szerelem istennője, ami nem csak a párkapcsolatot jelenti, hanem a te nőiességedet. Tehát nem csak ő áll itt a középpontban, hanem te is kiemelkedsz itt, és mások ezt észreveszik. Itt ezen a képen látható a te hited, és itt fellángol valami. Vannak nálad jó ötletek, elképzelések, tervek, amit szeretnél megvalósítani. Ez sikerül, hiszen itt a képen ez az új szülött kisbaba utal egy új kezdetre. És ez az új kezdet itt kivirágzik minden téren. Ez lehet a hivatásod, ez lehet egy költözködés, vagy ez a párkapcsolat. De visszatérve az anyukára és erre a kisbabára, ez lehet, hogy még mindig vannak nála ezek az emlékek, amit az első kártya is mutatott, gyermekkori emlékek, vagy lehet egy kisbaba születése is. Esetleg jelentheti ez a kártya a családi kapcsolatokat, és itt lesznek újdonságok. Itt ezen a képen láthatóak a virágok, tehát akármibe kezdesz most a napokban, ez kivirágzik. És nem vagy egyedül, hiszen itt kéz a kézben fogtok bizonyos dolgokat kialakítani. Meg lesz részéről a segítség. És itt vannak a közös gondolatok. Tehát van köztetek egy lelki kapcsolat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!